Köszöntöm a kedves nézőket, én Ambrus Jobbágyi Zsófia vagyok, ez pedig a Magánterület. Mai beszélgetőtársam azt mondja, az utat, amin jár, nem ő választotta, hanem az úszás választotta ki őt. Mostanában arra törekszik, hogy az egyensúlyt ne csak a magánéletében, hanem a sportban is megtalálja, azaz a versenyekre ne csak fizikálisan, hanem mentálisan és lelkileg is felkészülten érkezzen. Az élsportba éppen visszatérő Szilágyi Liliánával töltöttünk el egy napot. Feltétlenül tartsanak velünk! Szilágyi Liliána 1996-ban született, Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok magyar úszónő. Fiatalkora ellenére már számos komoly eredményt ért el az úszósportban. Edzette őt édesapja Szilágyi Zoltán, Túri György, akinek a vele kapcsolatban felmerült bántalmazási vádakban Liliána is érintett. Azt mondja magáról, a víz az igazán természetes közege, a Komjádi úszodát pedig nagybetűs otthonának tekinti. Édesanyja Gyarmati Eszter a legendás vízilabdázó Gyarmati Dezső és Bara Margit színésznő gyermeke. Jelenleg Győrben él és edz, ahol vőlegényével és gyermekkori szerelmével, Lengyel Zsomborral él. Liliánával, vagy ahogy a barátai és szerettei hívják, Liluval élet egyik legfontosabb helyszínén, a Komjádi úszodában találkozunk, ahová éppen délelőtti edzésre jött. Nem sokkal Győrbe költözése előtt töltöttünk vele egy napot, így egyelőre önállóan edz, az igazán komoly felkészülést januárban kezdi. Most viszont rögtön adódott is egy kis probléma, nem hozott magával úszósapkát, így beugrunk szeretni egyet. Hosszú hajó, ugye? Igen. Van egy hosszú hajó zsokkája, az jó? Jó. Kétfajta van, az egyik az ilyen. Fekete-piros. Ez a hosszú hajó. És akkor van még egy fajta, az, ami ilyen, hogy itt benne van a ellenyit magyarázni. Hogy itt a hajadnak van helye. Ez nagyon furán néz ki. Szerintem jó lesz. Igen, ez szerintem is, ez csúnyán néz. Igen, itt ilyen módítás. Régen volt ilyen kis T-rex üzem, akkor még hosszabb volt a hajam, és ilyen csúcsos. Nem, hanem ez így ló lefelé. Igen. Nem. Jó, akkor ez a fekete jó lesz nekem. Köszönöm. Aztán egészséggel. Jó. Remélem, hogy belefér a hajadban. Már meg lesz. Figyelj, elég. Na, jó, jó. Szálló? Nem, de beszoktam simán csavarni. Okay. Jó, nagyon jó, szépen jól köszönöm. Igen, jól vagyok, igen. Köszönöm. Igen, igen. Győr, leköltözünk. De jó. Kicsit így a nyugalmat. Az nyugalmat, szép az, igen. Muszáj. Tágul egy kicsit. Igen. Jó, legyetek jók. Család, barát, együtt. Minél nagyobb család, az nagyon jó. Ja. Jó, igen. Jó van. Na, örülök, hogy látlak. És ott már szeretnélek fürdőruhába is látni. Az itt van már rajtam, úgyhogy levetkőzhetek. Na nem így. Jó, rendben, oké. Okay. Jó van. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm. Aztán egészséggel. Meg lesz. Okay. Köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Megérkezünk az úszodába, és ahogy látni fogják, Lilunak szinte minden négyzetcentiméterről van egy saját története. Valóban itt nőtt fel. Azt mondja, kis túlzással talán előbb tudott úszni, mint járni. Ez is van. Aha. Egy, akkor kint. Menjünk kint. Aha. Jó. És akkor vagy a 25-ös, az fedett, vagy, vagy az 50-es. Jó. De akkor te csak ott lekapod a ruhád és be is ugrasz? Tehát nem öltözőzöl, vagy ilyesmi? Nem. Jó. Méterhez kötődik valamilyen emlék. Komjádi, ha lehetne egy igazán otthontik helyszínre nevezni, a Komjádi lenne. Komolyan? Amúgy nem kötődöm igen, a helyszínekhez. Gondolom a család tagjaid is azért itt elég sűrű megfordultak. Hát a nagyapám meg anyámmal sokat voltunk itt. Tök jó. Hány éves korodtól jársz ide?
Sőt, nem tudom, tehát hogy bővesbőben előtt voltam vízbiztos, mint jártáltam. Azt mondtad, hogy januártól kezdesz el edzeni komolyabban. Milyen számra készülsz? Pillangó az továbbra is? Ja, marad. De azt szereted a legjobban, vagy az megy a legjobban? Hát mondjuk úgy, hogy azt mondták, hogy azt kell úszom. De amúgy én hátúszó, meg gyorsúszó voltam kiskoromban, és nagyon szerettem hátul úszni, meg elég jól is ment. Aha. Csak aztán átkerültem egy csapatba, ahol túl sok hátúszó volt, és akkor majd Liluka eléggé gyűrhető, úgyhogy betettek pillangóúszónak. Aha. De szeretem, mert amúgy sok mindent tükröz így az életemben. Úgyhogy amúgy jó, de ha választhatnék, hogy visszamehetnék az időbe, akkor inkább maradnék a hát gyorsnál. A pillangó egy nagyon erőteljes és különlegesen ritmusos mozgás. Aha. És pontosan a balett meg a ritmikus gimnasztika miatt nekem a tánc az egy ilyen nagyon központi, meg a ritmus nagyon központi dolog az életemben, és hát mindig, amikor pillangón úszok, elképzelem azt, hogy én most táncolok. Így maga a mozgás, hát nem egyszerű mozgás. Igen, elég nehéz pálya, hát biztos. Benne van a küzdelem és az elemekkel, meg az, hogy hogyan tudod használni a közegedet a legjobb módon. Aha. Ahogy néztük Lilut edzés közben, higgyék el, nem túlzok, olyan volt, mint egy igazi hal a vízben. És hogy ez mennyire igaz, arról ő is mesélt nekünk. Illetve arról is, hogy a jeges kádban ücsörgés például nem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé. Ez a közeg az egyetlen közeg, ahol úgy igazán önmagamnak érzem magamat. Az edzésekre már nem jellemző, de maga vízben levőzben igen. De az nem kellemes dolog, kívülről nézni se jó. Télen beülni egy ilyen 5 fokos vízbe, és akkor ugye úgy van, hogy ahány fokos, annyi percet kell benne üljél. Tehát ha 10 fokos, ami ugye csak nem meleg, akkor 10 percet kellene. Úristen. És akkor egy 5 fokos víz vagy 5 percet, hát... nem a legjobb. Jézusom. Nem választanám hobbiaim közé. Hát, kemény. Kemény pályát választottál, az biztos. Oh, nem, én választottam, ezt választottam. A fürdőruha, az mindig ott van a hétköznapi öltözéke, belátod bárhol, bármikor. Nem, azért nem ilyen szuper, nem vagy ilyen pókember. Bárhol, bármikor. Ne, hát csak amikor jövök úszni, akkor már felszoktam venni. Aha. Most, hogy az edzésnek vége, elindulunk harapni valamit. Még Liluval sem tudjuk megfejteni, miért lesz az ember úszás után szabályosan farkaséhes. A lényeg nem is ez, hanem hogy minél gyorsabban pótoljuk a kiesett energiát. Megszoktad már ezt az új felapítószodát? Hát az a helyzet, hogy én a régit sokkal jobban szerettem, mert az sokkal jobban egy otthonérzést adott. Ezt tudni kell rólam, hogy nekem így a Komjádi, ugye így az otthonom. Itt nőttem föl meg egészen kiskoromtól kezdve a mindennapi része volt, és bármikor, amikor oda nézek, arra, ott, ahol most a bódé van, ott régen ilyen kék székek voltak, és mindig edzés, délelőtti edzés után, amikor én a tábor volt, akkor a nagyapám ott ült, és várt engem, és hát eléggé szerette az itteni sajtos pogácsát, és ő úgy ette, hogy így darabjaira szedte szét, és így az egész környezetében csak morzsák voltak, és mindig hagyott nekem egy nagyon pici darabot így edzés után, és akkor így... Az pont elég volt, pótolta az energiát. De hogy volt elég? Lilu nagyapja Gyarmati Dezső, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett magyar vízilabdázó. Tagja volt az 1956-ban Melbourne-ben játszó legendás olimpiai csapatnak, majd amikor 1958-ban hazatért, 2 év eltiltást kapott és segédmunkásként dolgozott.
1964-ig 108-szoros válogatott volt. Nagyapám egy nagyon fontos személy volt, és mai napig nagyon fontos személy az életemben. Úgyhogy hiányzik az öreg. De biztos, hogy figyelemmel kíséri a pályafutásodat. Ebben biztos vagyok. Érzem is nagyon sokszor. Lilóhoz nem sokára felmegyünk, és megmutatja nekünk a lakását, nem utolsó sorban pedig jegyesít lengyel zsombort is. Előtte azonban még ebéd, ahogy megbeszéltük. Útközben pedig szóba kerül, miért és hova költöznek. Jött egy lehetőség, hogy elköltözöm, uh-huh. és vagy elköltözhetek, tudom, hogy fogalmaznak, és hát most megyünk is már tovább, úgyhogy most egy üres lakásban. Alszunk, meg vagyunk. Ugye nem titok, hogy Győrbe mész. Igen. Ott fogsz úszni. Egy kicsit arról beszélsz nekünk, hogy ugye most volt, az olimpia előtt jelentetted be, hogy mindenképpen kihagysz, nem is mész az olimpiára. Ugye sok mindenről beszéltél, meg írtak egy csomó találgatásról, vagy volt egy csomó találgatás, hogy miért dönthettél így. Miért érezted ennek szükségét, hogy egy kicsit pihenőre menjél? Ez egy hosszabb téma, de igazából arra reagálva, hogy így a találgatások ilyenek. Én nagyon visszahúzottam a médiától is, pont amikor bejelentettem, én onnantól kezdve le is léptem az összes közösségi oldalamról. Nagyjából kikapcsoltam a telefonomat is, mert ezt az egész időszakot arra akartam szállni, hogy teljesen csak és kizárólag arra koncentráljak, hogy én hogyan vagyok, és azzal a közösséggel, amivel én szeretnék kapcsolódni, azzal is hogyan tudok, tehát hogy semmilyen külvilág nem volt. Ez egy nagyon rendhagyó nap, mert teljes mértékben semmihez sem vagyok kötve, úgyhogy teljesen szabadon tudunk ugye mi is beszélgetni, meg mozgolódni. Általában ugye hát úszóként reggel 6-tól kezdődik egy nap, reggel 6-kor lemenni úszni. Most jelenleg én már voltam egy Győrben, úsztam, és tudom, hogy így az edzésprogramok hogyan vannak. Náluk ez úgy működik, hogy 6-tól 8-ig van egy reggeli edzés, aztán ha úgy van, akkor egy ilyen kondi. Utána ugye haza, reggeli, pihenés, ebéd, pihenés, kávé, edzés, haza, kaja és alvás. Aha. Nagyjából tehát így. Tehát napi két edzés. Nekem tavaly volt egy, hát nem sérülés, de sérülés közelébe került ugye csípőm. Kicsit túl lett edzve, meg túl lett nyomva, és nem tudtam ráállni a jobb csípőmre. És a mai napig nagyon érzékeny, és át kell mozgatnom bármilyen mozgás előtt. Az orvosok nyilván elmentem már orvoshoz is, mondták, hogy hát hogy olyan porckopásom van, meg olyan ízületi gyulladásom, mint egy 50 évesnek. De ez genetikai adottság, vagy nyilván az ilyen sportokban? Hát ez sajnos azt gondolom, hogy inkább a helytelen edzés, meg a helytelen mozgásnak az eredménye, illetve a túl hajszolása a testnek, nem rendeltetésszerűen. Megfelelő mozgást végezzük el, hogy az előremutató is legyen.
Megérkezünk az étterembe, ahol kicsit tovább fűzzük az autóban elkezdett témát. Lilo a gyerekkoráról kezd el nekünk mesélni, és egy számára rendkívül nehéz témáról. Az elhangzottak minden esetre magyarázatot adnak arra, miért tűnhetett kissé furcsának Lilo nyilvános szereplései, illetve hogy miért hagyott ki másfél évet az úszásból. A bántalmazás egy olyan sokrétű részből áll, amit nehezen érthető, és aki nem élte át, az igazából nem is érti. Ami teljesen normális, és remélem, hogy sokan nem értik már, hogy nem érték át. De akik meg átérték, sem feltétlenül tudják, hogy miben voltak benne. Én sem tudtam. Én nekem az utolsó pillanatig, amikor tényleg már olyan állapotban voltam, ami már végzetes lett volna, vagy végletes lett volna, akkor döbbentem rá, hogy biztos, hogy nem ennyi az élet, de akkor sem realizáltam, hogy miben éltem benne. A családod, gondolok itt például a nagyszüleidre, ők tisztában voltak ezzel, hogy mi történik nálatok? Ez egy nehéz kérdés, mert kicsi voltam, tehát hogy nem mindenre tudok választ adni. Nekem 10 éves koromig nagyon-nagyon szerves részei voltak a nagyszüleim az életemnek, és biztos vagyok benne, hogy nélkülök nem lenne egy olyan alapom, ami egy normalitást és érzel megkelteli életet ad, tehát hogy például szeretni azt gondolom, hogy ők tanítottak meg. Viszont 10 éves koromban a nagymamámnak lett egy sztrókja, és a nagypapám pedig teljes mértékben az életét annak dedikálta, hogy segítsen a nagymamámnak, miközben ő is rákos lett. Tehát eléggé összetett a történet, és ő ott nagyon megrogyott. De azt gondolom, hogy ha nem is teljesen, mert sajnos annyira meg voltunk félemlítve, hogy az anyám is, meg én is nem igazán mertünk erről beszélni senkinek, mert ha kiderül, akkor mi lesz majd a 4 fal között. De nyilván érzékelte, hogy valami nem oké, és nagyon sokszor segített is a saját lehetőségeihez mérten. Én 20 éves koromig nem dönthettem semmi felől. Nem tudom, hogy én döntöttem volna amúgy az úszás mellett. Ezt akartam kérdezni, hogy te magadtól is úsztál volna? Nem gondolom egyébként. Nem gondolom, mert nagyon szerettem a vízben lenni mindig. De elég hamar volt egy kialakult véleményem és érzésem, hogy milyen irányba szeretnék menni. Ez az egyik, a balett volt. A másik pedig érdekes módon vagy az öttusa, vagy a vívás szerette volna megélni azokat a sikereket bennem, amit ő nem. Ez egy elég tiszta sor, azt gondolom. És hát van is egy ilyen történetem, hogy 8 éves vagyok nagyjából, és megyünk haza az erdi edzésről. És hátrafordul, és megkérdezi, hogy rendben van, most kell eldöntened, hogy mit szeretnél holnaptól csinálni, úszni vagy balettozni. És tisztán emlékszem, hogy azt mondtam, hogy balettozni. Mire visszafordult, és annyit mondott csak, hogy rendben, akkor holnap az úszodában találkozunk. Liliana és az édesapja története nemrég került nyilvánosságra. Lilo azt mondja, a teljes gyermekkorát verbális és fizikai bántalmazások között élte át, amelyből végül hosszú szenvedés és vívódások után egyedül menekült el. Az apjával, Szilágyi Zoltánnal azóta, vagyis 5 éve nem tartja a kapcsolatot, most pedig elérkezettnek látta az időt arra, hogy elmesélje, mi az igazság. Szilágyi Zoltán jelenleg ügyvédként dolgozik, és a mai napig gyermekeket oktat úszásra, köztük kisebbik lányát, Szilágyi Gerdát is. Megkerestük, hogy reagáljon a Lilo által elmondottakra, de adásunkig nem érkezett tőle válasz. Nincs túl sok jó élményem gyerekkoromból.
a nagyszüleimet kivéve. Tehát én amire emlékszem az otthoni közegből az az, hogy folyamatosan rettegek, folyamatosan kiszámíthatatlan az, hogy mikor robban ki valami, ami veszekedés, vagy akár ugye a bántalmazás, hogy mikor ér engem is bármi, mikor kell látnom az anyámat a földön. És igazából azon kívül, hogy valahogyan mégis felnőttem, és valahogyan mégis azért lett egy olyan személyiségem, ami ezt talán átlátta, és át akarja forgatni, az tehát még folyamatban van azért a nagyon sok minden nálam is. Én eljutottam arra a pontra, hogy nem akarok senkit hibáztatni. Nem az a célom, hogy itt bosszú hadjáratot folytassak és lejárassak bárkit. Én szeretném a saját igazamat. Egy másodpercig nem tudom, hogy egyébként milyen, hogyha van egy apja az embernek. Az apám soha nem viszonyult hozzám érzelmileg, ha csak nem manipulálni akart. Ezt akartam kérdezni, hogy benned volt-e valaha vele kapcsolatban apai érzésed, vagy ez sosem volt meg? Hát figyelj, azért egy gyerek a szüleinek 100%-ban is minden kis idegsejtjével meg akar felelni, és el akarja fogadtatni magát. Ez nálam is ugyanígy volt, egy nagyjából másfél-két évvel ezelőttig is, majd, hogy nem az összes versen az volt a fejemben, hogy bárcsak az apám egyszer azt mondta volna, hogy büszke rám. Megszakítottad a kapcsolatot az édesapáddal már jó ideje. Mi történt a visszavonulásukkor, amikor eldöntötted, hogy egy időre egy kicsit elzárod magad a külvilágtól? Ez egy tervezett dolog volt. Én 2016-ban az olimpia után olyan mentális állapotban voltam, hogy nem funkcionáltam. Tehát, hogy egyáltalán semmilyen szempontból nem tudtam funkcionálni. És én ott szerettem volna egy pihenőt kérni. És ezt le is kommunikáltam az akkori környezetem felé. Akkor már az apám nem volt, de ugyanúgy voltak maradékai. És mondtam, hogy nem tudom egyszerűen, hogy nem értem, mi történik velem, nem tudom, hogy érzelmileg hol vagyok, teljesen instabil voltam. És azt mondták, hogy nem kéne most pihenőt kérni, mert hogy most vagyok életem csúcsformájában, 19 évesen, és hogy folytatnom kell. Ez egyik rész. A másik rész, hogy egy teljes értékű ösztöndíjam volt Amerikában januártól, 2017. januárjától, és ugye azt az úszás miatt kaptam. És nagyon jól jött egyébként Amerika, mert el tudtam menekülni egy kicsit, és gyógyulhattam, elkezdhettem gyógyulni. Nagyjából egy olyan két éve kezdődött el az, hogy nem nézek be minden sarkon, hogy ott van-e. Nem félek belépni egy új helyre, hogy vajon ott van-e. Lilu olyannyira kezébe vette a saját sorsa feletti irányítást, hogy különféle szervezetekkel és alapítványokkal működik együtt, akik a folyamatos családon és sportközösségen belüli bántalmazás okozta traumák feldolgozásában segítenek neki. Ahhoz, hogy valaki gyerekként, mert azért gyerekként kezdtél el ebből felállni és kijönni, ehhez embertelen erő kell és hihetetlen józanság. Neked hol volt ez a pont, amikor eldöntötted, hogy ebből kifelé jössz? Kit megkerestél valakit, vagy eljöttél, vagy ez hogy történt? Megálljunk egy picit? Nem, mehet. 2015 év végén
öngyilkos akartam lenni. Elmentünk egy családi nyaralásra, és azt éreztem, hogy tehát, hogy nem tudom, egyszerűen nem látok kiutat. Az anyám az nem volt jó állapotban, nem tudtunk egymásra támaszkodni. A húgomnak nem tudtam védelmet adni akkor már igazából annyira, amennyire szerettem volna, és féltettem őt nagyon, hogy esetleg sérül a mi kapcsolatunk, megfelelő kapcsolatunk hiányában. És hát az apám az nagyon-nagyon elborult volt akkor már, mert nálunk úgy működött ez, hogy ahogyan jöttek az eredményeim, annál jobban tört meg és nyomott el. És annál jobban kaptam a retorziókat, ha esetleg nem azt csináltam, azt mozdultam, azt beszéltem, ahogyan ő azt elmondta nekem, hogy kell. És 2015-re, amikor én BB 7. lettem, és olimpikon, meg ifjúsági olimpikon, tehát hogy már komoly eredményeim voltak, fokozatosan egyre jobban elborult. És 2015-re olyan lett az állapot, hogy egyszerűen nem találtam kiutat. És emlékszem, hogy Izraelben voltunk egy pár napot így nyaralni, karácsonyi szünetben, és az utolsó este elszöktem. És a nagyapám még rám hagyott egy ilyen kinyitható kis kést, és levittem a tengerpartra. És azt mondtam, hogy nem megy tovább itt a tenger mellett, én nekem elég volt, kiszállok. És csak ültem ott, teljesen egyedül, és valami belső hang azt mondta, hogy nincs vesztenivalóm. Egyszerűen nincs vesztenivalóm, úgyhogy most, akárhogy, de el fogok tudni jönni. És szépen lassan 2016-ban elkezdtem megtervezni az eljövetelemet. Ahhoz, amit Lilu gyermekként végigcsinált, emberfeletti erő szükséges. Azt mondja, azért meséli el nyilvánosság előtt a történetét, mert segíteni szeretne másoknak, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, illetve tisztázni szeretné saját személyiségét. Egyik nap, még az Európa-bajnokság előtt egyszer elborult, és nekem jött. És életemben először megvédtem magamat vele szemben, aminek az lett a vége, hogy realizáltam, hogy annyi elnyomott düh van bennem felé, hogy nem fogok tudni leállni azzal, hogy védekezek, és ugyanúgy, úgymond, tehát támadok, nem tudom pontosan, hogy mik történtek, de hogy nyilván egy ilyen verekedős szituáció alakult ki. És amikor erre rájöttem, akkor egyszer csak elengedtem magamat, mert bekapcsolt az, hogy de nem tehetem ezt, mert félek tőle. Félájultam voltam, amikor az anyám az emeletről lerohant és leszette rólam. És ott volt az a pont, hogy az anyám is teljesen elborult, és azt mondta, hogy most azonnal menjek el, akárhova. Ez a szituáció ott dőlt el, hogy akkor mennem kell, és meg is szerveztük ezt, és az Európa-bajnokságon ugye ezüstérmes lettem 106 másodpercre. Így ebben, ezzel a történettel, így a hátam mögött, és én ott tettem is egy nyilatkozatot, ami elég nagy visszhangot vert, és én ott azokat a szavakat egyedül egy embernek intéztem. Liliana most már szabadon él. A feladata, hogy felépítsen magának egy olyan életet, amiben szabadon érezhet és létezhet.
Azt hiszem, ebben a legjobb úton halad. Megható és megrendítő, milyen hihetetlen fokú benne az életigellés és életszeretet mindazok ellenére, amiket átélt. Nagyjából egy olyan 2 éve kezdődött el az, hogy nem nézek be minden sarkon, hogy ott van-e. Nem félek belépni egy új helyre, hogy vajon ott van-e. Hanem elkezdtem megpróbálni élni. Hol tartasz ebben a regenerálódási folyamatban? Úgy gondolod, hogy fogsz tudni úgy élni, hogy ez a dolog semmilyen szinten ne befolyásolja az életedet? Én nagyon-nagyon pozitív ember vagyok egyébként, tehát egyébként az apámnak is nagyon-nagyon azon vagyok, és nagyon az a célom, hogy megbocsássak, és ezt el tudjam mondani neki is, szemtől szembe. Mert egyébként én az elmúlt években kerestem őt, hogy elmondjam ezt neki, hogy megbocsájtok, de nem akarok tőled semmit. És kérlek, hagyj békén. Erre nem került sor, mert amikor szemtől szembe kerültünk, akkor általában elfutott előlem. Úgyhogy nem volt meg ez a beszélgetés. De muszáj, hogy felelősségre legyen vonva bizonyos dolgokért. Lilu sokat beszélt arról, hogy csodálatos emberek segítik őt és veszik körül. Abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy közülük megismerhettünk egyet, méghozzá Lengyel Zsombort, aki Lilu vőlegénye. Gyermekkoruktól fogva ismerik egymást, a történetük pedig egészen megható. Ti honnan ismeritek egymást? Ojaj, hát szerintem ez a műsor annál rövidebb, hány éves voltam én? 13? Jó, hogy ez 2 külön történet? Hát én előbb láttam meg őt, mint ő engem. Tehát ez a nőválaszt, ez itt így eléggé... Behálózott téged, Liliana. Hát igen, a rajongás az nála előbb elindult. Az igazából a Lilu rajongására figyeltem föl. 13 évesen. Ez a rajongás, ez mivel manifestálódott? Ez majd jövök utána. Most csak viccből hívom így, utólag előkerült egy napló, ahol ijesztő részletekre bukkantam. Viszont nem, igazából csak mondták a többiek, hogy hú, nagyon-nagyon tetszel ennek a lánynak. Nekem meg ugye ez fura volt akkor még, mert nem találkoztam ilyen elértem. Sőt, kis voltam, legóztam otthon nagyjából, ebből állt az életem. És akkor megpróbáltam megnézni, hogy ki ez a Lilu, hogy úgy várjam-e azt az első edzős napot, hogy akkor most életem szerelmével találkozom, vagy akkor vagy engedjük el. És akkor még nem volt nagyon a Facebook és társai. Mondhatok ilyet? Persze. Jó. Hát akkor nem volt még a Facebook és társai, és szerintem egy ilyen nagyon-nagyon régi képet találtam rólad még, illetve hallottam róla olyanokat, hogy nem is szép meg, tehát kiderült egy olyan srác mondta, akinek amúgy tetszett neki a Lilu, és hát eljött az első edzés, hát és akkor jóval hosszabb hajad volt szerintem, tehát derékig érő haja volt, nekem az mind kiderült, ott derült ki, hogy a gyengém, és meg így igazából minden, ami a Lilu volt, az kiderült, hogy úgy a gyengém. Aztán egyszer csak adtam egy puszit a Margit hídon. Utána szaladtam, az nekem így még meg, amúgy nekem nagyon rossz a memóriám, de ez, erre emlékszem, hogy ez így megvan, még van ilyen zászlós időpontként, hogy adtam egy puszit utána Lilunak. Hát utána meg megint csak sok idő eltelt, utána félig meddig összejöttünk, egyszer amennyire
sosem értettem, amennyire ugye utólag fény derült rá, hogy miért nem találkozhattunk többet, vagy esetleg abból állt a kapcsolatunk, hogy vasárnap egy órát találkozunk. Tehát, ami egy mondjuk nem annyira szoros barátságnak mondható másoknál. És utána itt vagyunk sok évvel később, és valahogy úgy hozta a sors, hogy megismerkedtünk megint. Illetve mondhatom, hogy most ismerkedtünk meg, mert nagyon sokáig csak egy ilyen egy hú a zsombor érzés volt. Most már azért kiderült, hogy nem is vagyok olyan jó fej. A megismerkedésnek most a zsomborféle verzióját hallhatták. Most pedig jöjjön Lilu verziója, ami ugyan nem sokban, de van, amiben markánsan eltér az eddig hallottaktól. Nos, nem véletlen, máshogy látjuk a világot, mi nők. Van egy ilyen spirituális mester, akit egyszer megkérdeztek, hogy honnan ismered föl az igazit, hogyha melléd kerül, és ő azt mondta, hogy onnan ismered föl, hogy nem megy el mellőled. Na hát, ez pont egy ilyen történet. Igen. Na, és akkor Lilu, szerinted ez hogy volt? Nyilván fiatal voltam még ahhoz, hogy így tudjam, hogy feltétlenül mi volt, vagy hogyan, hogy ez most szerelem, vagy csak vonzalom, vagy érdeklődés, vagy micsoda. De hát ugye én említettem neked, hogy egy elég grafomán ember vagyok, úgyhogy én ott nagyjából azon a napon el is kezdtem egy naplót vezetni arról, hogy én mennyire szerelmes vagyok a zsomborba. Tényleg valóban ijesztő lehetett az a napló, így pár évvel később én odaadtam neki ajándékként, és minden egyes oldalon szívecske, zsombor, és hogy ezt álmodtam, ezt gondolom. Zsepi, hát ő még belát élt az ember. És igen. És hát az volt, hogy nyilván, tehát, hogy öltözőben, meg barátnők között így beszélgettünk, és akkor nyilván mindig. Annyit kell tudni róla, hogy én nagyon-nagyon zavarban voltam mindig amúgy az emberek között, és nekem nagyon, főleg a fiúk azok így amúgy is egy ilyen egyrészt az apám nem engedte, hogy fiúkkal nagyon kontaktban legyek, másrészt meg amúgy is irdatlanul zavarban voltam mindig. Azonnal megvolt a kémia, meg minden, tehát hogy így első pillanattól kezdve azt gondolom, hogy így megvolt a kölcsönös érzelem, de én nekem ugye otthon nem volt engedve, hogy bármilyen szempontból is, tehát nem csak hogy fiúk, hanem hogy érzelmeimet én ott... Hát az biztos, hogy mint egy testbezárt lélek jöttél mellettem, mindig megvártam, hogy kijöjjön a szigetről, és kikísértem, ugye a hídfig ő ment Budafele, én mentem Pestfele, és addig ugye nyilván mondom, na most akkor itt van az az időszak, amikor lehet jó benyomást kelteni, és akkor beszélgetni. Ebből az lett, hogy beszélni, mert hogy a Lilu semmit, egy nem szót nem annyira szólt. Zavarban voltam, és most is nem tök pirosnak érzem magam, de hogy annyira zavarban voltam a zsombortól, hogy nem tudtam megszólalni. De ez évekig ment. Egy mondatot mondott, igen. És az az volt, hogy végig beszéltem neki, vagy negyed órát folyamatosan. Ami szemem elé került, mert arról így akkor mondtam, hogy fa, meg madarak, mert bármi, csak beszéljek, mert több gáz volt, hogy sétálunk egymás mellett, tényleg, és ropogva. És akkor egy ilyen negyed órás monológ után a Lilu felém fordult, és elég mondott, hogy ja, én az egyik fülemre süket vagyok. Ami azóta kiderült, hogy nem igaz, de... Nem tudtam, hogy ne válaszoljak, ugye? Mert hogy annyira zavarban voltam, hogy így nem tudtad, hogy én dadogtam. Nyilván mindenkinek ez jut az eszébe. Ez szinte a legjobb megoldás. Igen, hogy én ahogy nem hallok semmit. Én is sokszor mondtam már ezt bizonyos élethelyzetekben, mint ahogy sokan. Hogy, hát igen. Igen, tehát hogy amúgy nagyon-nagyon, tehát hogy életemben nem volt senki, aki ennyire küzdött volna, értem. Mm-hmm. Tehát éveken keresztül tényleg mindig ott volt, és egyébként ezt talán még ő sem tudja, de hogy amikor én otthon, ugye, amit beszéltünk, amilyen állapotok voltak, nekem nagyon hosszú évekig az, hogy
Volt olyan, hogy esténként felhívott és gitározott nekem, ameddig el nem aludtam. És hogy így lelkileg annyira nagyon sokat adott és segített akkor is, amikor nem is tudta, hogy amúgy milyen helyzetben vagyok. Lilu és Zsombor kapcsolata igazán különleges. Azt hiszem, minden létező próbát kiálltak, amit lehetett. Most viszont Lilu javaslatára jogázni fogunk. Olyannyira komolyan veszi ugyanis ezt a mozgásformát, hogy nem sokára oktatói képesítést szerez belőle. Én azt hallottam, hogy ti szoktatok együtt meditálni és jogázni, ez így van? Te is megerősíted? Hát meg, erősítem. Van, hogy együtt jogázunk, többet kéne jogázzak, csak nem mindig van rá érkezésem, amikor végre tudnám egy kicsit a saját dolgaimat csinálni, akkor nem tudok erőt venni magam, hogy jó, akkor menjünk jogázni. Pedig tudom, hogy jót tenne. Leginkább a légzőgyakorlat, igen. Előtt egy ilyen légzőgyakorlattal rávezetjük magunkat arra, hogy magában a meditációban is hogyan van a légzés és a mozgás együtt. Úgyhogy az általában én hosszabb ideig szoktam, hogy az úszás miatt nagyobbat tudom, hogy hosszabb ideig szoktam visszatartani. Igen, hogy... És igen, meg hát gyakorlom már egy éve ezt, úgyhogy azért ebben nagyon jó. És mi történik ilyenkor az agyban egy ilyen légzőgyakorlatnál? Én így saját tapasztalat szerint vettem észre meg, amit így a jóga oktatóm is mondott, hogy ugye az a légzés egy nagyon fontos dolog, amikor stresszelünk, vagy valamiféle nehézségünk van, mert a légzés mindig központba helyez, mert a légzés egy adott pillanatra szól csak. Tehát ott vagy, és úgymond megjelensz az adott pillanatodban, és nem azzal foglalkozol, hogy mi volt, vagy mi lesz. Tehát visszahúz a jelenbe, és egy nyugalmi állapotba tud belehelyezni. A jogának az a lényege, itt nincsen az, hogy a legtökéletesebben csinálja, hanem az, ami jön, és ami tényleg úgy engedi a tested is, meg úgy komfortos. Uh-huh. Tehát itt a leglényegesebb az a légzésre való figyelés, de az is egy jó pár hónap gyakorlás után tud úgy igazán úgy a mozgással együttműködni. Uh-huh, szóval itt uh-huh, uh-huh. Csak az a lényeg, hogy igazából érezd jól magadat. Uh-huh. Úgyhogy próbáljuk meg. Így beállunk, csípődet billentsd kicsit be, hátra a válladat, kihúzod magadat, és egyre belégzésre fölvisszük. És kilégzésre lehajolunk. Liluval a közös napunk a végéhez közeledik. Nehéz bármit is mondani, de egy valamiben biztos vagyok. Liliánában egy végtelenül különleges és erős nőt ismertem meg, aki sokunknak állíthat példát bátorságból, önszeretetből és életigellésből. Nem utolsó sorban komoly feladatot vállalt, de mély elszántsága segíteni fogja őt az útján. Bárhonnan fel lehet állni. Hogyha az ember nagyon mélyen is érzi magát, és nagyon olyan helyzetekbe kerül bele, ami nem feltétlenül az ő hibája, de ki lehet jönni mindenhonnan. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hallják azok ezt a történetet, akik esetlegesen hasonló cipőben járnak, hogy nincsenek egyedül.